Itt vagyunk Velencén, ez egy teljesen random trip, Márkó felhívott, hogy el tudnám-e dobni. Igazából nem tudom, hogy mit akart, aztán amikor ideértünk, akkor közölte, hogy ő úszni fog a vízben. Szerintem elég nehéz lesz, kicsit be van fagyva a dolog. De megnézzük, hogy mit hoz ki belőle, reméljük, hogy fázni fog. Itt van a hős, kicsit beszélve nekünk arról, hogy mi is az egész, miért vagyunk mi itt. Úszkálni fognak a srácok, és kihoztam őket ide, én megnézem. Akkor így készülünk, nagyon ez a tréning, ugye? Így van. Király. Köszi, Márkó. Köszi. Igen. Ja, köszönöm, Márkó. Így a kemény. Csináljál izéket? Beszélülök? Ja, hol van? Így most azt látja, mint a drón. Jó, elég lesz, köszönöm. Megnyugtatok mindenkit, hogy nem mi fogunk úszkálni, hanem Márkó, amit rövidesen láthattok is. Nézzük, mert mi sőke az egészben. Várjatok csak, hogy szedjem szó gondolataimat. Nincs több időd. Jó, vegyél. Hideg volt, nem? Hogy bírtad? Jól bírtad? Á, jól. Jéges volt. Hú. Ezt nem ajánlom senkinek igazából, de jó hatással van az elmére, letisztít. Egyfajta meditáció ez, de vagy egy ilyen kezdetleges meditáció, ami ugye hosszú távon végezve már be van bizonyítva régóta, hogy rendezi az agyi struktúrákat, és jó hatással van az elmére, gondolkozásmódra, és mindenféle helyzetre, amire hirtelen kell reagálni. Bocs, kacod, nem tudom, mennyire fog hallatszani, nagyon hangos a zene, a fények se a legjobbak. Most az egyszer nem mi késtünk el a Basival, hanem a Márkó, úgyhogy itt várjuk az edzőbejáratnál, és meg fogjuk őt lepni. Szia, Márkó! Hello! Mi lesz van, Márk? A gyálat vagy. Megyünk izé biciklizni, meg fekvő. Akkor ma végtelen fekvő és bicikli? Végtelen, az kettő. Oké. Okay. Végtelen bicikli. Oké, okay, Tibi, te nyomjad, mint az állat. De pedig csak mértékkel. Orlégzés végig. We'll be right back.
erősítő edzést és az erőálló képesség edzést teljesen külön szoktuk szedni. Más dolog az abszolút erőt megszerezni, és a robbanékonyságot, és más dolog ezt az erőt fenntartani hosszú ideig. Mert ugye az erőálló képesség edzés azt jelenti, hogy egy adott erőt, egy erőszintet fenntartunk minél hosszabb ideig. Na most jelen esetben itt azt jelenti, hogy egy BMX vagy egy gördeszka fut, amíg fent kell tartanunk egy bizonyos erőszintet, és egy bizonyos megfelelő oxigenizációt a testnek meg kell tartani. Most ez az edzés egy erőálló képességi edzés volt, ami arra megy, hogy srácok nem fognak savasodni, legalábbis sokkal kevésbé, és jobb lesz a szervezetnek az oxigenizációja. Ez egy bizonyos légzőgyakorlatnak lesz majd köszönhető, amit majd egy másik részben majd részletezünk. Betettünk egy kis statikus tartást is a végére, ez nem volt olyan fontos, de jó hatással lesz a törzsnek az izmaira. Nagyon kemény edzés volt a mai, a Márko nagyon megdolgoztatott ma minket, hihetetlenül elfáradtunk, ugye? Viszont örülünk, hogy ma is velünk tartottatok, hogyha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, írjátok meg kommentben, hogy milyen videókat láthatok még szívesen a csatornán, illetve... Thumbs up! Találkozunk legközelebb. Csüsszük!